Sziasztok, üdvözöllek titeket a Method Suli augusztusi epizódjában. Olyan sok érdekes és különböző metód, technika került már bemutatásra az évek alatt ebben a sorozatban, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy szintet lépjünk, és beavaslak titeket egy horgászversenyre történő felkészülésbe. Jelen pillanatban, ahol vagyunk, az a Vasmegyei Abért tó, ahol a Method Féder szakág egyik középdöntője kerül megrendezésre. Ez a víz úgymond híres már arról, hogy egy igazán különleges metódmódszer működik itt, ez pedig a láb alatti horgászat. Értem ez alatt azt, hogy hiába viszonylag úgymond közepes kiterjedésű a tó, nem kell bedobni messzire ahhoz, hogy az ember halat fogjon, hanem kint ilyen 5-10 méterre érdemes pecázni, viszonylag nagy halakra egyébként, mert pontyot, amúrt és nagyméretű keszekféléket kell itt fogni. Na de hát hogy is néz ki ez a technika, hogyan is kell ezt művelni, mert ez se úgy működik ám, hogy csak bedobom, aztán elviszi a botot a hal. Van ennek is technikája, van ennek is olyan csalogatónya felhasználása, ami az ilyen versenyeken működhet. Azt ugye most még nem tudom, hogy fog ez a verseny alakulni, mi lesz az eredmény, de megmondom őszintén, nem is az a fontos, hanem az, hogy ezt a technikát most nektek bemutassam, mert ilyenkor nyáron, felmelegedett vízben, nagyon sok helyen működik ez a láb alatti horgászat, hiszen a hal kihúzódik ezekre a területekre, mert itt bőven talál táplálékot, ahol van esetleg egy komolyabb medertörés. Úgyhogy nézzétek figyelmesen ezt az epizódot, remélem, hogy sok hasznos dolgot fogok tudni mutatni. A versenyhét első napján, hétfőn vagyunk egyébként. Most itt azért van itt ez az ernyő, mert viharos szél fúj és tönkretenné a hangot. És azért ülök én már ebben a székben és nem a ládámon, mert úgy vettük fel ezt a tartalmat, ezt az anyagot, hogy azért a felkészülés is haladjon, és ne közbe kelljen elmondanom, amit el szeretnék. Most délután ez kapóra jött Fias Dénesnek, csapattársamnak és barátomnak, aki szintén ide sorsolt és beült a helyemre horgászni. De, mint látjátok, már nem egyedül vagyok itt, aki a versenyre készül, amúgy Bodnár Sanyi barátom, és elég sokan vannak már, akik az országos bajnokságra tréningeznek. A mai napot azzal kezdtem, illetve több eszembe beszélek, mert a kamera túloldán azért itt van Bálint is, aki segítőm ezen a versenyen, ezen a felkészülésen. Tehát azzal kezdtük, hogy felszereltük a botokat, amelyek alkalmasak erre a parkközeli horgászatra. Ezek ma a Fine Max Bot családból kerültek ki, méghozzá 330-as Light és 330-as Medium változatok. Illetve felszerelésre került még egy 350-es Medium Light is, de az kevésbé került ma képbe. A következő lépés az a csalogatóanyagok előkészítése volt. Elég specifikus ez a víz, már azért mondom specifikus, mert nem tipikus metodos csalogatóanyagot kevertünk be, mert az ugye mi szokott lenni? Vagy valami pellet, vagy etetőanyag benedvesítve, amit a metód kosárba töltünk, azt bedobjuk, és arra rászív a hal, ezáltal felveszi a horgot is. Na most ennél a technikánál, ennél a láb alatti horgászatnál, itt most jelen pillanatban a favorit, ami mindent visz, az a kukorica. Ugye kukoricával etetni és kukoricával horgászni egyszerű lehet, hiszen csak be kell szórni kézzel, és meg is van oldva a probléma. Na de ezt a Method Féder országos bajnokságra vonatkozó szabályzat nem engedélyezi. Ezt csak kosárral lehet bevinni. Itt most, ami összeállt már bennünk, hogy mit kell a tálcára helyezni a horgászathoz, az semmelyik kukorica kiegészítve esetleg keményfőtt kukoricával, illetve kendermaggal. Ez képezi a csalogató anyagunknak az alapját. Ez van összekeverve, lemosva egy picit, és ez van odatéve egy vödörbe. Ezt tulajdonképpen a felhasználó 8 literből tulajdonképpen hetet ki is tesz, és ez egészül még ki esetleg TTX-el, ami hidegen sajtolt kukorica pogácsa örlemény, és hidegen sajtolt kukorica csíra örleményből. A kettő nagyon hasonlít egymásra, ez a két naturális csalogatóanyag, de míg a TTX,
az édeskés ízvilágú, addig a kukoricacsirő örlemény, ha megkóstoljátok esetleg, az sokkal naturálisabb, sokkal úgymond kukorica ízű, viszont az utó íze kesernyés. Ezt a kettőt én most felesbe kevertem össze, és megszórtam jó alaposan édesítőszerre, mert hát azért valami íz legyen ebbe az egyvelekbe, hiszen nem kerül be tulajdonképpen ezen kívül más etetőanyag a vízbe. Ez úgy történik itt most ilyen pillanatban, hogy a kukoricából, amire víz van öntve, ki kell tenni egy tába valamennyit, erre rátenni ezt a porállagú csalogatóanyagot, összekeverni, és ez kerül bele a kosárba, amivel aztán ráetetünk. A csalogatóanyagok sora azonban ezzel még nem teljes, ugyanis ma még bevetésre került Fermentix Method Box is, méghozzá teljesvas betainos változat. Azért kevertem ezt ma be, hogy kipróbáljuk, hogy működik ez a teljesavas vonal most ezen a vizen, de inkább ma naturális jellegű dolgok működtek, úgyhogy ezt most egyelőre félretettük. Na de hogy tökéletesen érthető legyen, hogy miről is beszéltem eddig, a következőkben részletesen bemutatásra kerül az etetőanyagok keverése és azoknak bejuttatása.
Ebben a pár képkockában most láthattátok, hogy hogyan készült el ez a csalogatóanyag, ami bevetésre került, és a bedobásának módja is bemutatásra került. Na de azért érdemes megemlítenem, hogy mi is ennek a kosárnak a neve, amivel ezt ilyen szépen be lehet oda pakolni egy helyre. Ez a Haldorado Slipper nevezetű etetőkosár, amely kifejezetten szemes takarmány, illetve pellet bejuttatását szolgálja, mégpedig olyan formában, amely a metód szabályzat szerint is engedélyezett. Ez a kosár jelen pillanatban L-es és XL-es méretben létezik. XL-essel etettem, és L-es van egy másik botra felszerelve, amivel ráhorgászás fog történni. A hely, ami megetetésre került, az egészen pontosan a bospisztől mérve 7,5 méter, tehát nagyjából olyan 10 méterre építettem egy etetést fel. Azért 10 méterre, mert most vagyok itt életemben először, ezt szerettem volna kipróbálni, ez tűnt logikus lépésnek. Meg is történt az etetés, és utána erre az etetésre üres kosárral kell ráhorgászni. Marha furcsa ez, hiszen metód technika nem arról híres, hogy üres kosárral dobálunk rá, de higgyétek el, bármi kerül az etetőkosárba, az olyan szinten vonzza a törpeharcsát, mert hát sajnos, ugye mindennek van egy árnyoldala, ez a tó is bővelkedik törpeharcsába. Bármilyen porállagú etetőanyagot töltöttem metód kosárba, akkor törpeharcsa megjelent rajta, egy üres kosárral volt célszerű rádobni, de nem is rádobni, hanem túldobni az etetésen, és visszatekerni jelölésig a kosarat, és az szépen lehullik oda az etetésre, és tulajdonképpen az első 3-4 kapás az úgy történt, hogy leért a fenékre az üres kosár, és a csali, ami ilyen esetben quick stoppal megütköztetett 2 szem csemelykorica, és repült a bot a kezemből. Amilyen lendületesen kezdődött a nap, és amilyen gyorsan ott volt az etetésem, olyan gyorsan le is kopott, és egyre ritkábbak lettek a kapások. Ez ugye annak tudható, hogy életemben először látom ezt a vizet, és nem nagyon tudtam, hogy mihez is nyúljak. Először, amit az ember változtat, az az etetés üteme. Többet dobtam, vagy éppen kevesebbet, nem nagyon volt rá reakció, néha ugyan fogtam egy-egy halat, de nem volt az a tempó, mint az elején. A második, amiben belevariál az ember ilyenkor, az a csali. Ugye az eredeti végszereléken ezen quick stoppos előke van, ami abból áll, hogy egy ilyen műanyag kis stopper van a hajszálőke végén, amit a fűzőtűre kell rátenni, és annak a segítségével 2 cm csemelykoricát fel lehet erre
tenni, és akkor a hajszállőként tulajdonképpen ott van felkínálva kettő szem kukorica. Eleinte ez sem meleg kukorica volt, aztán ahogy ritkultak kapások, próbálkoztam különböző ízesített kukoricákkal, amelyek még mindig adtak halat. A fehér eper és a fehér amúr változat, ezek kemény kukoricák, ezekkel is próbálkoztam, bár ezeket lassabban vette fel a hal, mert ugye ezek nehezek, azért mindenképpen volt rá jelentkező. Ezeknek az a lényegük, hogy a sárga alapon egy ilyen virító, fehér kukorica feltűnő, és talán előbb megtalálja még a kevés hal is a nagy kiterjedésű etetésen. Ezen kívül másféle ízesített kukoricákkal és alkohollal is próbálkoztam, de átütő sikert egyikkel sem értem el, tulajdonképpen nem indult be újra ez a táv. Egyre ritkább lett a kapás, hiába etettem többet. Ugye ilyenkor mit tud tenni a horgász, hogyha ez történik? Nagyon egyszerű a válasz, távot vált. Na de hova vált távod egy ekkora vízen a pecás, aki nem ismeri a tavat? Amikor ilyen lógatós horgászat van, és azt hallani egy tóról, hogy a parcélet járja a hal, akkor az irány az nem befelé van, hanem kifelé. Hogy magyarázzam el, hogy miért is döntöttem úgy, hogy kifelé mozdulok el. Jól látható, itt a part oldalon egy nagyon komoly kövezés van, amely az eróziót hivatott csökkenteni, tehát az, hogy maga a part nem mosódjon be az állandó hullámzás által. Na de viszont, ahol ilyen kőszórás van, ott sejthető hal mégpedig azért, mert ezek között komoly táplálékmennyiség tud megtapadni. Akár az áramlat hozza ide, de ugye az ilyen köveken képződik egy bizonyos élőbevonat, amelyet előszeretettel fogyasztanak a halak. Ennek a tövébe mindig jár hal, az garantált. Ezt kellett megkeresni, hogy milyen távolságban van, ez ilyen 2-3 méter, és az mögé tettem be egy új alapozó etetést. Nem sokat, mert itt biztos, hogy jár hal, nem kell hegyeket odapakolni, csak annyit, hogy megálljon rajta. És akkor itt lehet szépen újra felépíteni egy etetést. Ez olyan jól működött, olyan jól sikerült, hogy tulajdonképpen a úgymond horgászidő felétől már csak ezen pecáztam, és ezen a területen olyan szinten összeállt a ponty és a nagy testű dévérkeszeg, hogy tulajdonképpen egy két perc várakozás után minden dobás kapással zárult. Az, ha megvan a jó hely, az még nem azt jelenti, hogy meg is van a megoldás. Ugyanis minden távot máshogy kell meghorgászni. Más etetési ütemet, más stratégiát kell alkalmazni. Ugye a bentebbi távon, ezen a bot hossz plusz 7,5 méteren úgy etettem, hogy az XL-es méretű papucskosárba kukoricát töltöttem, bedobtam, víztetén kihúztam és rádobtam üres kosárra. Ez viszonylag hangos etetési módszer, hiszen azért oda már nem lehet olyan nagyon halkan bejuttatni a kosarat. Viszont ide kintre, ami tulajdonképpen olyan távolság, hogy bot plusz a bothosznyi zsinór, és oda csak be kell lendíteni, ugye a szabályzatban az foglaltatik benne, hogy le kell peregni az orsóról zsinórnak, és akkor már dobásnak minősül
a végszerelék behelyezése. Ha egy-két fordulatot, ez a zsinór lepereg, az már engedélyezett. Nos, éppen ezért erre a távra az etetési stratégia kicsit más. Na meg hát a horgás stratégia is. Ugyanis ide nem mindig üres kosárra került bedobásra a végszerelék, üres metorkosárra, hanem van ugye a slipper kosarunkból az L-es méretű változat. Ez került fel a végszerelékre, és ezzel ilyen TTX-es, kukoricás massza volt beletöltve, és azt tettem be oda az etetés közepébe. És ez azért jó, mert ez tulajdonképpen már önmagában is egy etetés. Tehát hogyha felépült az a hely, és azért azt látni, hogy van rajta sok hal, hiszen van beleúszás, van gyakori kapás, akkor már majdnem, hogy fölösleges pluszba ráetetni, mert akkor csak konkurenciát teszünk be a mi csalinknak, hiszen kukorica csali és kukoricával etetünk, tehát minél többen a kukorica, annál kevésbé fogja a mi csalinkat észrevenni a hal. Na de hogyha beteszünk oda, méghozzá csendesen egy nagy kosárnyi kukoricát egy helyre, ami oda szépen lemegy a TTX-től és a kukorica csíró öleménytől, kicsit még füstöl is, és ott van mellette a két szem könnyen megszerezhető kukorica a horgunk mellett, akkor garantált, hogy egy percen belül repül a bot. Nagyon izgalmas és jó peca ez, de ennek is van egy sarkalatos pontja, mégpedig az, hogy itt klipszelni meg se kell próbálni, tehát ezt nem klipszre horgászunk, hanem jelölésre ezt a távolságot, és a fék mindig legyen nyitva. De ha már ennyit beszéltem arról, hogy hogyan kell úgymond szépen felcsalizni ezt a végszereléket, és szépen csöndesen betenni a helyére ennyire part közelbe a végszereléket, akkor lássuk is, hogy néz ez ki. Erre a legalkalmasabb, aki ezt megmutatja, az Dénes lesz. Na akkor most nézzük meg lépésről lépésre a csalizás és a szép csöndes bedobás műveletét. Az első, hogy a quick stop-ba bele kell helyezni a fűzőtűt, és ennek segítségével felfűzni kettő szemcsemege kukoricát a hajszál előkére. Ez nagy csalinak tűnik, de a kukoricát legelésző pontjuk számára ez simán felszippantható, és akkor ezt kell szépen megtölteni ezzel a TTX-es kukoricacsíra őrleményes kukoricával, és bothosszra hagyni a zsinort, és szépen ide bepöttyinteni pár méterre a parttól. Innentől kezdve nincs más hátra, ki kell ereszteni a féket, és várni a kapást. De ha már ennyi szó esett arról, hogy quick stop, meg kukoricás csalizás, mindenképpen szeretném bemutatni egy ilyen előke megkötést, ugyanis nem biztos, hogy ez mindenki számára egyértelmű. Ennek elsődleges alkatrésze maga a quick stop. Jelen pillanatban
Ez ilyen színes, hiszen sárga a kukorica is, úgyhogy sárga színűt fogok feltenni. Kibontás után látható, hogy a úgymond gyors topperek, ilyen műanyag kis száron vannak rajta. Láthatóak. Ezt fonott hajszállőként fogom felkínálni, úgyhogy van itt nálam ilyen Brax Pro zsinór 6-os méretben. Célszerű először nem levenni ezt a kis tüskét a száról, ugyanis így könnyebb dolgozni. Át kell a kis lukon bújtatni a fonott zsinort, és hogyha ezt átfűztük, akkor ilyenkor kell letörni ezt a kis stoppert, így. És ezt úgy kell rögzíteni, hogy egy hurkot kell kötni ide a fonott zsinór végére, amelyben majd helyet foglal ez a stopper. Azért jó a hurok, mert így szabadon tud mozogni a kukorica, nem lesz egy ilyen fixált állása. Így. És itt van rajta a stopper, a fölösleges zsinort levágom, és levágok egy akkora zsinórészt, amekkora mondjuk a hajszállőkém lesz majd. Mondjuk legyen ekkora. A horog, amit itt használok előszeretettel ilyen kukoricás pecákra, az a Preston KKMB Barbless, tehát szakáll nélküli változata. Ebből most 10-es méretűt fogok feltenni. Jó. Ez megvan. Akkor pozícionálni kell tulajdonképpen a hajszállőkét. Hátról előre felé kell belefűzni a fonott zsinórszálat. Így. És nagyon fontos, hogy mindenképpen úgy kell pozícionálni a hajszállőkét, hogy számításba vegyük a csali méretét, valamint az, hogy ennél a csalinál jó az, hogyha a horogtól jó messzire el van hagyva. Tehát nagyjából én ezt tartom így mondjuk jó távolságnak, ha két szem kukoricacsaliról beszélünk. Következő, hogy ezt fixálni kellene valahogy, ezt a hajszállőke részt. Én pedig úgy, hogy le kell vágni ezt a maradék zsinort, ami itt funkciót vesztett. Egy olyan 2-3 centis kis csonkot hagyunk, amelyet vissza fogunk égetni. Na most ebbe a szélbe ez nem biztos, hogy jó lesz, de megpróbálom hevíteni, és akkor visszaúrik a fonott zsinór. Így, egészen a fülig. Így. És akkor már nem tud átszaladni rajta, így most már ez úgymond fixálva van. Lehet felkötni az előkére magát a horgot, amely jelen esetben Hadrádon Method Mono Hookline 20-as méretű, szerintem ennél vékonyabbat én ide nem fogok felrakni, mert akkor csak megszaggatnának a pontyok, és annál bosszantóbb nincs, amikor az ember a saját butasága miatt veszít halat versenyen. Jó. Itt az első lépés, hogy az meggyötört zsinort le kell vágni. Vagy harapni. És a horog hegye felől át kell bújtatni a lukon a zsinort. Már sikerül. Így. És akkor ide fogni a hajszállőke mellé. Egy ekkora rész elég. Ezt követően levágjuk azt az előkehozt, amit szeretnék, mondjuk legyen ez egy 12 centi, most nem fogom megmérni, de azért, hogyha az előkés dobozba tenném, akkor méretre szabnám. És ez így most következő lépés, hogy feltekerjük a szárra a zsinort. Én azt szeretem, hogyha egészen majdnem a horognak a hegyéig fel vannak a menetek így sorakoztatva, azért, mert hogyha ez így történik, akkor szépen megtartja a hajszállőkét abba a pozícióba, ami optimális az akadáshoz, a jó akadáshoz. Látjátok, így egészen felhozom a meneteket idáig, majd vissza kettőt, és hátulról visszabújtatom a fülbe a zsinort. Bocsánat, csak már remeg a kezem egy picit. Jó. És egyelőre ez így kész, le kell vágni a felesleges monofil zsinórszálat. Ügyeljünk azért arra, hogy a hajszállőkét ne vágjuk le. Így.
és tulajdonképpen kész is van a megkötött horog. Ezzel a horoggal ez így tökéletesen szépen áll, ugyanis ki van hajlítva a füle. Így mehet rá a kettő szem kukorica, és jöhetnek a pontyok. Remélem, hogy segítséget tudtam nyújtani abban, hogyha esetleg olyan vízterületre keveredtek, ahol működhet ez a lógató szélvízi pece, akkor ez alapján neki tudtok állni, hiszen én is most először vagyok itt ezen a tavon, és meg kell mondom, tök jót pecáztam ma ezekkel a technikákkal. De messze van még ennek a versenynek a felkészülésének a vége, hiszen még csak hétfő írunk, még hátra van 3 edzésnap, és hát a 3 versenynap. Remélem, hogy sikerül megfejtést találni a pályára. Na de hát, mint tudjuk, a horgászverseny az olyan, hogy ha megvan a tuti taktika, akkor is közben jöhet valami, úgyhogy hogy mi lesz ennek a versenynek a vége, az a film megjelenésekor már biztos lesz. Mi pedig most azon dolgozunk a következő napokban, hogy mindenre találjunk megoldást. Pecázzatok ti is jókat még augusztusban, akár láb alatt, akár nagyot dobva, teljesen mindegy. Lényeg, hogy használtok ki a jó időt, amíg tart. Sziasztok!